Finisébe ért az elnökválasztási kampány az Egyesült Államokban. Az elnök, mint a republikánusok elnök jelöltje, illetve kihívója a demokrata Joe Biden pénteki beszédeiben a biztonság, ezzel összefüggésben a rendőrség magatartása és szerepe került középpontba. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a demokraták démonizálják, tehát ördöginek tüntetik fel a nagyszerű amerikai rendőrséget, miközben magántestöröket szerződtetnek. Nincs olyan nap, hogy ne támadnák a fegyvertartás és viselés alkotmányos jogát, de fegyveres testöröket tartanak. És hadd tegyem hozzá, mondta, hogy én jelentem az egyetlen védvonalat az önök, illetve alkotmányos joguk számára. Donald Trump nagy szerepet szán a kampány hátralévő részében azoknak az új fejleményeknek, amelyek ezen a héten kerültek nyilvánosságra Joe Biden fia ukrajnai szerepvállalásával kapcsolatban. Biden -e közben a bevándorlók leszármazottait szólította meg Detroitban, mondván, hogy éljenek bár az ország bármely részében, minnyájuk számára az a kérdés, mikor sikerül megszakítani az ördögi kört. Azt, hogy ha jól mennek a dolgok, senki sem törődik velük, ha meg rosszra fordul az élet, ők kerülnek célkeresztbe legelőször. Amikor meg eljön a kilábalás ideje, az ő sorsuk alakulása az utolsó szempont. Idén nem csak elnököt, hanem több államban kormányzót is választanak az amerikaiak. Ez 11 tagállamot, egy külbirtokot, Amerikai Szamoát, és egy társult államot, Puerto Ricót érinti.